Köszöntöm a köztér nézőit, 8. alkalommal hirdették meg a Magyarországi Falumegújítási Díjpályázatot. Szakértő zsűri választotta ki a legjobb településeket és az első helyezettet. Az eseménynek a tavalyi győztes Iszka Szent György adott otthont. Iszkaszentgyörgyi óvodások, iskolások és a Szent György Néptánc Együttes előadását is megtekintették, meghallgathatták a díjátadó résztvevői, annak a 14 településnek a képviselői, amelyek az utóbbi években látványosan fejlődtek. A Magyarországi Falumegújítási Díjat tavaly a település nyerte el, így Iszkaszentgyörgy adhatott otthont a rendezvénynek. A falumegújítási díjak kiírása általában azért arra koncentrál, hogy komplexen bemutassuk azt, hogy milyen falufejlesztést hajtottunk végre. Természetesen minden két évente kiírásra kerülő verseny esetében van motto. A mi mottónk annak idején az volt, hogy átfogóan gondolkodni. De gyakorlatilag 4 évvel korábban is átfogóan gondolkodva kellett bemutatni a pályázatot. Ez azért volt jó, mert eleve komplex fejlesztési folyamatokról beszélhetünk, társadalmasításról beszélünk, megtervezni egy projektet, stb. Tényleg átfogóan kell gondolkodni, ahogy most éppen itt a délelőtti előadásokon elhangzott, éppen a környei polgármester mondta azt, hogy egy projektnek hogyan kell kinéznie. Hát igen, átfogóan, elejétől a végéig, fenntarthatóan, tehát a mi kiírásunk az átfogóan gondolkodni motto jegyében volt, és azt a verset nyertük meg. Mi minden valósult meg a településen? Mi arra vagyunk büszkék, hogy sikerült komplex módon kezelni a településfejlesztést. Nem csak tárgyi infrastruktúra fejlesztésben gondolkodtunk, hanem a helyi közösségnek a fejlesztésében is, a közösségi élet fejlesztésében is. Mi itt vagyunk Iszkaszentgyörgyön, Székesfehérvár tőszomszédságában, tehát számunkra nagyon fontos, hogy ne csak alvó lakóink legyenek, akik reggel elmennek tanulni, dolgozni Székesfehérvárra, a megye jogú városba, és akkor utána estére hazajönnek aludni, hanem legyenek részesei ennek a közösségnek, legyen egy igazi falu közösség, ami kialakul, de természetesen nagyon fontos az az infrastruktúra, ami ide elvezet Iszkaszentgyörgyre, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy sikerült egy iszkaszentgyörgyi útfelújítást végrehajtani, és Kincsesbánya fele is ezt az utat fejleszteni. Nagyon boldogok vagyunk annak, hogy sikerült Székesfehérvárral közösen egy kerékpár utat létrehozni, és természetesen annak is örülünk, hogy bent a településünkön is rengeteg olyan intézményt tudtunk fejleszteni, ami mindint közösségi térként funkcionál. Ugye ebben az évben a tavalyi díjazott, ugye Iszkaszentgyörgy adott otthont a díjátadási ünnepségnek. Ennek keretében az itt levő 14 díjazott megismerhette kicsit jobban Iszkaszentgyörgyöt. Mik a legnagyobb nevezetességek? Mindenképpen említeném ugye a lakóinkat, mi nagyon büszkék vagyunk az iszkaszentgyörgyi lakosokra, és hát ami pedig a épített környezetünket illeti, azt gondolom, hogy leginkább a kastély az, amire kiemelt figyelmet fordítunk, részben azért is, mert hogy a kastélyban működik az iskolánk, itt van a művelődési ház, most is ez a tér ad helyszínt ennek a díját ad ünnepségnek, de azért is, mert hogy ez egy kiemelt műemléke magyar nemzetünknek, és a Nemzeti Kastélyprogram része ez az Iszkaszentgyörgyi kastély. Úgyhogy a kastélyon kívül mondhatom azt, hogy vannak még műemlékei a településnek, mindenképp megemlítést érdemel az, hogy a római katolikus templom szerintem gyönyörű, tehát tényleg gyönyörű. A refetus templom pedig árpádkori alapokon nyugszik, úgyhogy mindkét műemléktemplomot érdemes megnézni. Emellett azonban, hogyha az ember Iszkaszentgyörgyön jár, akkor érzi azt, hogy van egy jó kisugárzás ennek a településnek, egy jó feelingje. Én szerintem ez abból adódik, hogy a hajdani lakók látva a grófi építkezést, és eleve a grófnál dolgozva egy picit ízlésesebben, egy picit többet mutatva kívántak építkezni, aminek az lett a következménye, hogy a településen járva, a Rákóczi utcában vagy a Szabadság utcában nagyon szép, nagyon izgalmas építményeket, épületeket láthatunk, és megemlítést érdemel az is, hogy a településen ugye intézői lakást láthatunk, vagy éppenséggel a Selyem Major bent van a belterület központjában, vagy éppenséggel a grófi kripta, a gróf által épített magtár. Ha pedig egy picit kirándulunk itt a kastély környezetében, akkor említést érdemel az, hogy a Magyarország egyetlen formál gárdenje, tehát a francia kastély parkunk, az itt van a kastély
szomszédságában, és látogatható. Mekkora feladatot jelentett, milyen előkészületekkel járt ennek a diátadó ünnepségnek a megszervezése? Hát sokat dolgoztunk valóban. Szerencsénkre két pályázatot is nyertünk, ami gyakorlatilag lehetőséget teremtett arra, hogy ezen a színvonalon meg tudjuk valósítani, és vendégül láthassuk a falu megújítókat. Az ország négy sarkából jöttek ide, úgyhogy az MNVH-s pályázaton meg egy topos pályázaton nyertünk forrásokat arra, hogy ezt a rendezvényt méltó színvonalon valósítassuk meg. A pályázatot idén a Magyar Falu Kihívások Helyi Válaszok címmel írták ki. A díjátadón beszédet mondott Törő Gábor országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián a Fejér megyei közgyűlés elnöke. Iszka-Szentgyörgy egyrészt a hazai versenyen, másrészt a nemzetközi versenyen nem csak a település, hanem egész Fejér megye jó hírnevét öregbítette, vitte a megye jó hírnevét. Mindenképpen úgy látjuk, hogy egy megérdemelt elismerésről van szó, hiszen amit Iszka-Szentgyörgy itt végezze az elmúlt időszakban végzett itt a helyi kohézió erősítésre gondolok, a lakosság megtartás érdekében tett erőfeszítésekre, a lokálpatriotizmus megépítésére, kiépítésére, fejlesztésére, azokra a beruházásokra, amik segítettek a lakosságnak, óvoda, bölcsöde, iskola fejlesztések, közösségi programok, mind-mind olyan jellegű fejlesztések és elképzelések voltak, közösségépítő beruházások, amelyeket mi magunk is sürgetünk, segítünk, akárha csak az országos szinten a Magyar Falu programra gondolunk, hasonló célkitűzések fogalmazunk meg. Iszka egyébként a nemzetközi kapcsolatok ápolása terén is példás munkát végez. Mi magunk, mint döntéshozó, Törő Gábor országgyűlési képviselő segítségével, mi, mint Fejér megyei önkormányzat forrás oldalról is tudtuk segíteni ezt a munkát. Az elmúlt időszakban top forrásból, épületenergetikai pénzből tudtuk megújítani az önkormányzati hivatalt, az egészségházat, az orvosi rendelőt, vagy pedig a focipályának az öltözőépületét, illetőleg szociális térségi fejlesztő központot tudtunk létrehozni. Ez 160 millió forint ez a két beruházás összességében, de Magyar Falu programból is ezeket a célkitűzéseket támogattuk. 3 millió forintból orvosi eszközbeszerzést, 20 millió forintból pedig nemzeti kohézióépítést, nemzeti ösztönző rendszer kidolgozását segítettük itt a településen. Tehát ahol van egy jó szándék, vannak jó kiindulási alapok, ehhez mi partnerséget tudunk adni, de gratulálunk Iszka-Szentgyörgynek, tényleg példaértéke, amit itt végeznek. Mit jelent a térség életében, hogy Iszka-Szentgyörgy tavaly nyertem el a Magyarországi Falu Megújítási díjat, és ugye most otthont adhat ennek az egész rendezvénynek? Hát szerintem meg tudja azt mutatni, hogyha egy település vezetése dolgozik fejlesztéseken, akkor az jutalmazásban is részesülhet, és nem csak azért, hogy egy pályázatot megnyer és szépül a település, hanem nemzetközi porondon is meg tudnak jelenni, be tudják mutatni, hogy milyen a magyar falvak élete. Szerintem Iszka-Szentgyörgy Székesfehérvár közelsége miatt is méltón képviselte Fejér megyét. Úgy gondolom, hogy egy olyan közösségi munka folyik Iszka-Szentgyörgyön, amely példaértékű lett az összes Fejér megyei település számára. Nem csak Fejér megyeieknek, hanem az ország bármely területéről jövő települések számára. Mint ez a rendezvény sátor is bemutatja, egész az orosz vagy ukrán határtól egész Komárom megyeig sok település részt vesz ezen a versenyen, és egymást is inspirálják annak tekintetében, hogy minél jobban nézzen ki egy település, minél nagyobb legyen a lakosság megtartó ereje. A rendezvényen, előadásokon, vetítéseken, a pultoknál kiállított tárgyakon keresztül, vagy akár a településre jellemző ételek, ízek kóstolásával ismerhették meg jobban egymást a községek. Mindenről ismerheti meg Takta Harkányt az, aki ide érkezik ez a standhoz. Takta Harkány a Zemplénnek egy települése, amely a Takta közés a Harangot kis tájak találkozásánál található, de ha azt mondom, hogy Tokajhegy alja előszobája vagyunk, akkor egy kicsit talán lehet, hogy könnyebb elhelyezni ezt a Miskolc és Tokaj közötti települést. Mezőgazdasági jellegű a település, és ha ezt a standot megfigyelik, akkor ez tökéletesen bizonyítja, hogy így van. Egyrészt hoztunk mézet, amely kiválóan mutatja, hogy nálunk nagyon sok méhész van, akik nagyon kiváló mézet állítanak elő. Ami pedig mellette van, az uborka és alma paprika. Uborkát termesztünk, van egy 6000 folyóméteres területünk, ahol uborkát termesztünk, és ebben a csomagolásban állítja elő egy cég.
pálinkát is lehet ott találni. Egyrészt lehet látni, hogy már kóstoltak is az erre látogatók. A diópálinka nagyon népszerű volt, de azért tegyem hozzá, hogy az, ami a második, azt a Taktaköz 9 polgármestere együtt hoztuk létre, egy szilvapálinka. Itt pedig látszik még sajt, hiszen tehenekkel, szarvasmarhával is többen foglalkoznak, illetve túró, nagyon népszerű volt mind a kettő itt nálunk. Ha pedig a kézimunkákra tekintünk, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy ez a taktaharkányi hímzőkörnek a munkája, bármelyiket, ha figyeljük, nagyon jelentős az, amit ők elértek, hiszen egyrészt többszörös Gránátalma díjas a vezetőjük, Vajtóné Szabó Ilona, másrészt ők egy olyan egyedi technikával dolgoznak, amely nincs máshol az országban. Ők a sárospataki Lórántfi hímzőműhelynek a technikáját használják, tehát Lórántfi Zsuzsannának a hímzőműhelyéből egyedi, sajátos technikát dolgoznak fel, és ezekből láthatunk itt példát. Nagyon fontos, hogy ezek, van olyan terítő kézimunka darab, amely lehet, hogy egy évig is készül, tehát nagyon komoly munka van benne. Ha pedig itt a molinókat nézzük, akkor Taktaharkánynak egy-egy jellegzetes épületét, emlékművét tudjuk megtekinteni, úgyhogy röviden ezt tudom elmondani. Mi mindent hoztak el magukkal Varsányból ide erre a diátadóra? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Nógrád megyéből, az ország északi részéről érkeztünk, Varsányból, a Széchenyi járásból, és engedjék meg, hogy előjáróban azért elmondjam, hogy mi egy nagyon halmozottan hátrányos helyzetű térség vagyunk, és nagyon fontos számunkra, hogy munkahelyeket teremtsünk. Amit látnak mögöttem, ez mind a közfoglalkoztatási program eredményeként született, de alapoztunk arra, hogy mivel rendelkezünk a településen, milyen erőforrásaink vannak. Létrehoztunk varrodát, varróműhelyt, feldolgozó üzemet, van egy mezőgazdasági programunk, 13 hektáron gazdálkodunk, és azt gondolom, hogy jó úton járunk. Tehát ez a kis település itt Nógrád megyében, itt az északi régióban élni szeretne a jövőben is, és hát én azt gondolom, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ez így legyen. Mit láthatunk itt ennél a standnál, vagy mit lehet kóstolni egyébként itt ennél a standnál? Arra törekedtünk a stand kialakítása során, hogy a szép palóc motívumokkal hímzett és készített termékeket hozzuk el. Ezen kívül természetesen más fajták is vannak, mert hogy van gyógynövénykertünk is, és különböző levendulás készítményeink, és mindenféle gyógynövényes termékeink, de most szerettük volna megmutatni Iszka-Szentgyörgyön azt a szép palóc motívumvilágot, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és amit egyébként viseletben hordanak, fiatalok, egész, tehát minden korosztály mondhatom, illetve azokat az ajándéktárgyakat, amit ma is használunk, kicsit már azért átalakítva, mint a régi időkben, tehát a mai lakáskultúrához igazítva, de azt gondolom, hogy ezek mind nagyon különlegesek, nagyon szépek, és mindenkinek nagy szeretettel ajánlom. És hogyha az ételeket, italokat nézzük, akkor mit találhatunk itt? Hát elsősorban én azt gondolom, hogy a feldolgozó üzem termékei azok, amiket ki kell, hogy emeljek, és amit ott készítenek a kolléganők. Ugye, említettem, a mezőségi programban megtermeljük a zöldségeket, gyümölcsöket, gyógynövényeket, és ezt dolgozzuk föl. Lekvárokat találhatnak itt, szörpöket elsősorban, illetve a téli időszakban, amikor nincs mit feldolgozni, akkor tésztát készítenek a kolléganők, és mindent a konyhára termelünk, hiszen a településünkön 300 főre főzünk naponta, és nagyon fontos számunkra, hogy egészségesen táplálkozzanak a helybéliek, gyerekek, idősek, és mindenki, aki a közétkeztetésben részesül. Mi mindenen keresztül ismerhetjük meg itt az ide látogatók Nagyvenyimet? Hát elsőként is a Nagyvenyim a mezőföld középpontja. A mi szívünknek a legfontosabb pontja a mezőföldön, lehet így fogalmazni. Egy 4200 fős lélekszámú település Dunajváros közelségében, a Dunajváros Sárbogárdi út mentén, ez az út kettészeli ezt a település. És amit itt láthatunk a település bemutató standon, az az elmúlt időszak fejlődését is bemutató kis aprócska kiállítás, és hát ami belefért ebbe a nagyságrendbe, azt igyekeztünk bemutatni. Egyfelől megmutatkoznak az elmúlt időszak fejlesztései,
a fejlesztés megelőző és a jelenlegi képekbe sajnos nem fér el az összes, úgyhogy ezt követően még további fejlesztéseink kezdődnek, és megmutatkoznak a civil szervezeteink működési területei. Láthatóan van itt a polgárőrségnek egy kis emlék idehozva, hiszen ebben az idei évben a polgárőrség területén két kitüntetéssel gazdagodott a településünk. Az egyikben a maga a település kapott polgárőrközség kitüntető címet, másikban pedig a Polgárőr Egyesület elnöke és jó magam az ő kitüntetésük ezüst, illetve aranyfokozatát, és láthatjuk a helyi foltvaróink, mind a civil társadalom jeles szereplőinek a termékeit, illetve nem foltvaró körben, de egyéb kézműves körökben ajándéktárgyakat, játékokat, és hát a testvértelepüléseinknek a kis apró bemutatása. Nekünk kettő van, kettővel büszkélkedhetünk. Az egyik magyar lakta erdélyi településekről, Egeres község, ami 5-6 magyar lakta település foglal magába, a másik pedig a Bajor Altomünster. Ez azért is különleges az idei esztendőben, mert most ünnepeljük a testvérségnek a 25. évfordulóját, úgyhogy az idei falunapunk, ami egyébként a települési önállóság ünnepe, hármas jubileummal büszkélkedhetett, köztük az egyik az altomünsteri partner kapcsolat 25 éves évfordulója volt, úgyhogy ennek az emlékét is láthatjuk itt. Megerősített partner kapcsolati okmányokat, az erdélyi testvértelepülésen a 15 esztendős volt az ősszel, most pedig a falunapi ünnepségen a 25 esztendős Bajor. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk természetesen, és hát jó volt hallani azt, hogy a települések hasonlóan gondolkodnak, a településvezetők hasonló problémákkal szembesülnek, a megoldási módozatok is hasonlók, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ettől a díjtól, hogy ezt mi kiérdemeltük. Milyen főbb szempontok szerint osztályoz vagy értékel a zsűri a pályázatok során? Meglehetősen bonyolult szempontok szerint, úgyhogy nem fogom végigsorolni. Az volt a célunk, hogy bemutassa egy település, hogy milyen induló helyzetből indult, amikor átvették az irányítást, milyen intézkedéseket tettek, hogy jobbá fordítsák a helyzetüket, és hogy milyen eredményeket értek el, mi a jövőképük. Ennek keretében nagyon sok szempontot nézünk. Megnézzük, hogy milyen a mezőgazdaságnak a helyzete, mit tesznek a munkahely teremtésért, milyen az épített környezet állapota, hogyan hasznosítják a megújuló energiákat, milyen a szociális gondoskodás, milyen az identitástudatnak az erősítése, milyen a nemek, korok és nemzetiségek közötti egyensúly, milyen intézkedéseket tesznek ennek érdekében. Idén a 14 díjazott között szerepelt, a falu megújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért díjat nyert a Fejér megyei Nagyvenyém. A Dunaújváros melletti kis településen, ahol az őslakosságnak az aránya ugye fogyóban van, viszont a komfortos vidéki környezet irányába az urbanizációs folyamatok során kitelepülni vágyó városiak egy olyan új polgári igényt keletkeztetnek, aminek a megjelenését egy településvezetőnek ki kell elégíteni, vagy a település vezetésének igyekezni kell rajta, miközben ezzel párhuzamosan az őslakosság igénye is megmutatkozik, tehát ez azért okoz olyan többletforrás igényeket, amit abban a helyzetben, amikor nincsen saját bevételünk megoldani, az tornagyakorlat körébe illő feladat. Úgy gondolom, hogy ehhez, hogy ez sikeres lehessen, és ma én ezen a színpadon itt állhassak, ez kellőképpen tudatos szemléletre és stratégiákra volt szükség, amiket itt foglaltam össze. Ebben a középső sor lenne az izgalmi kérdés, amikor azt fogalmaztam meg, hogy az elmúlt időszak igazolta, hogy ebben a helyzetben helyes volt az a megközelítés, amit a ciklus elején, a ciklusprogram összeállításakor jó magam fogalmaztam meg, az pedig úgy lehetett összefoglalni, hogy az indokolt szükségességen és mértékletességen alapuló ütemezettség is moduláris gondolkodás. Az előttem szólók nem definiálták ezt így, de azért láttuk, tetten érhető volt például a környei fejlesztésekben is ez a szemléletmód. Én egyébként stratégiai menedzsmentet tanítottam korábban, ezzel foglalkozom, úgyhogy ez nem esik tőlem távol, és egy valóban megalapozott nagyterjedelmű helyzetértékelésre alapítva fogalmaztuk meg annak idején a gazdasági programunkat, és gyakorlatilag nem volt más dolgunk ebben az időszakban, mint az, hogy ezen a megfogalmazott úton végig lépkedve pipáljuk a tételeinket, és már azt lehet elmondani, hogy több évtizednyi lemaradást oldottunk meg, vagy legalábbis állítottunk pályára ezeknek a megoldását.
itt is ugye ez volt a lényeg, hogy egy kicsi működési költségű önkormányzatnak a mi működési költség nagyságrendje 300 és 350 millió forint, amivel az iparűzési adónk nagyságrendje 50 és 60 millió forint között van. Ha a pálhalmai cég fizetne iparűzési adót, az nagyságrendileg ez meg tudná duplázni. Tehát a mi esetünkben ez egy 50 és 100 millió forintos közötti mínusz jelent évente a működési bevételek terén ez az adómentesség. Tehát egy határozott jövőkép, egy integrált fejlesztés és egymásra épülő komplex projektek szemléletében értük meg ezt az időszakot, ezt a néhány évet, és azt gondolom, hogy igazán sikeresek lettünk a probléma megoldásban. Természetesen ehhez hozzájárult az, hogy az önkormányzati működésben a hivatali apparátus foglalkoztatása során a gazdasági hatékonyság javításának is meg kellett jelennie. Úgyhogy egy sokkal-sokkal visszafogottabb és tervezettebb gazdálkodás indult el az elmúlt időszakban, ami szükség is volt rá, hiszen mindannyian szembesültünk azzal, hogy egy gyakorlatilag 10 évre kiterjedő fejlesztési időszaknak a terveit, az előkészítési költségeit 2 naptári évben kellett megoldanunk. Önök is, ti is, tehát úgy gondolom, hogy ez egy éves költségvetési gazdálkodás mentén működő intézmény számára azért igényel hozzáértést. Fejlődő nagyvenyém. Én nem hoztam most ide képeket, mert annyit, mert majd a délutáni szekcióba raktam egymás mellé az ilyen volt, ilyen lesz típusú fotókat, úgyhogy azokat majd ott láthatjátok, és a standunkon is természetesen. Az energetika terén mi kimagaslóak vagyunk, gyakorlatilag nincsen középületünk, ami ne lenne energiahatékony. Mindenféle infrastruktúra fejlesztést igyekszünk az iskolai oktatásban is elkövetni. Ez egy együttműködés eredményeként a tankerületi fejlesztésben egy 86 millió forintos iskolafejlesztés volt. Fejlesztettük az egészségügyi alapellátásunkat, és a bemutatkozó részben, illetve Attila előadásában említett szociális alapszolgáltatás fejlesztése. Ez a legszebb példája annak a szemléletnek, amit megfogalmaztam, hogy az indokolt szükségesség, a modularitás, az egymásra épülés. Nem olyan régen volt a falunapunk, augusztus első hetében ünnepeljük az önállóságunkat, ahol egyébként idén 3-25 éves jubileumot is ültünk, és akkor fogalmaztam meg azt, hogy most került a kezembe az első rajz, amit annak idén lerajzoltam, és igaz, hogy az építészeknek kell tervezni, de én nagyon szeretem az építészek kezét fogni, mert az egyik hobbim az épületek tervezése. Úgyhogy előkerült ez az első rajz, amikor azon a területen, ahol annak idején a csatorna beruházásnak a kavics depója volt, kigondoltam, hogy itt lesz ez a komplex épület, ami több funkciót magába foglal. Úgyhogy ez a számomra a legfontosabb fejlesztésünk. Az itt felsoroltak további szép eredményeket hoztak. A 6219-es térségi útnak a fejlesztését mi megtoldottuk egy belterületi útfejlesztéssel, egy külterületi útfejlesztéssel, úgyhogy ezen a fronton is nagyon szépen haladunk. Itt láthatók még a további fejlesztéseink. A Mékuti rendelő fölött ez a többfunkciós épület, aminek a maketjét már láttuk. Itt az belterületi útfejlesztésünk moduláris fölépítése, több szekcióba opciós jelleggel. Az elismerésnek, amelyet az Európai Falumegújítási Díj alapján 2006 óta adnak át hazánkban, nagy jelentősége van. Arra törekszünk, hogy ugye a jó gyakorlatok kijöjjenek ebből, tehát hogy egy település hogy tudja a saját kultúráját, identitását hosszú távon a múltról a jövő számára megőrizni, másrészt meg jó gyakorlatokat adjon át, jó példákkal szolgálja más településeknek, és ennek a pályázatnak a győztese, az az eddigi évek gyakorlata szerint majd részt vehet az európai megmérettetésben, ami szerintünk nagyon fontos, mert Európában is fontos azt látniuk, hogy Magyarországon hogy élnek az emberek a kis településeken, hogy fejlesztenek ezeken a kis településeken, de hogy néznek ki, mennyire virágosak, mennyire vidámak ezek a települések. Az idei nyertes a Komárom-Esztergom megyei környelet, ahol új falu központ jött létre. Az intézmények fejlesztésre szólultak a 2000-es évek elején. Nem voltak közösségi tereink, nem voltak építési terkek környén. Nagyon zsúfolt a főútvonalunk, tehát van egy óriási gazdasági erő környén, elkerülő útunk nincs, és van olyan főútvonalunk, ahol reggel 4 óra 20 perces dugó van a faluban, tehát már a környéről nem kell Budapestre menni, hogy dugóváljunk, ezt minden nap saját magunk átélhetjük, délután ellenkező irányból a Tatabányi felül. Illetve nem volt valódi központja a településnek. És akkor néhány példát szeretnék a prezentáció végén elmondani. Polgármesteri hivatal egy tervpályázat előzte meg, kiírtuk, meghívtuk tervezőket,
az építészkamara elnök asszonya volt a tervzsűri elnöke, tehát egy nagyon komoly szakmai előkészítés volt, belevonva a hivatali dolgozókat, hogy hogy alakuljon ki, és gyakorlatilag 2009. március 15-én került átadásra a polgármesteri hivatal. Fejlesztés nem áll meg, a legalsó képen látszik, hogy már azóta energetikai fejlesztés is történt a hivatalban. Közösség és tájház. Még 2005-ben döntött úgy a képviselőtestület, hogy szükség lenne egy tájházra, a falu múzeumként az emelt. Az volt az eredeti elképzelés, hogy szeretnének a kultúrcsoportnak egy termet, egy teret biztosítani. 2008-ban tudtuk megvalósítani ezt a beruházást, és 2008-ban, amikor megvalósítottuk, kicsit változtattunk a célon. Méghozzá úgy, hogy nem egy kultúrcsoport háza lett belőle, hanem egy közösségi ház. Ez azt jelenti, hogy ezt a házat rendezvényekre, akár családok, családi rendezvényekre, esküvő, születésnap, keresztelő, házassági évfordulót tudják használni. Ott a képen, a jó felső képen látszik a közösségi háznak a fotója, éppen plófosztás van, hagyományőrzők foglalkozást tartanak a gyerekeknek, a tájházként funkcionál, mint múzeum, cégeknek odaadjuk különböző ilyen céges rendezvényekre. Tehát nagyon-nagyon sokféle funkciót adtunk neki, és a kultúrcsoport programjai mellett évente közel 100 alkalommal van kiadva a tájházunk, tehát tényleg nagyon megtett élettel. Játszóterek. 2006 után a faluban 2 darab játszótér volt, amit még annó mezőgazdasági kombinált dolgozói brigádjai építettek. Ismerősek szerintem mindenkinek ilyen vasból készült jó kis játszóelemek voltak, de a kombinát, ahogy mondtam, megszűnt, nem voltak ki igazán karbantartsa őket, kellett játszótér a falura. Testület döntött álljunk bele, összesen 2007-től 9 darab játszótér épült a településen, van 4 külterületi részünk, ott is minden külterületi részen egy-egy játszótér lett, és ott pedig bent a faluban, ez ma is nagyon-nagyon fontos találkozó helye, agórája a kisgyermekes családoknak. Tópart, a falu nagy büszkesége, a falu központjában található 30 hektáros tó. A 80-as évek közepén leengedték, mederkortást végeztek, a 90-es évek legvégére, 2000-re befejeződött ez a rekonstrukció, feltöltődött újból a tó vízzel, gyönyörűen a zsilipeket elzárták, és az önkormányzat rögtön elkezdte a parkosítását a környezetének, és ahogy mondtam, 2007-ben játszótér került köré, aztán 2013-ban körbeért egy sétány, ami tanúskönyvként is funkcionál, madármegfigyelő tornyok vannak, végig 3 nyelvű ismeretterjesztő táblák vannak, ahol a tó élővilágával, a környezetével ismerkedhetünk meg, és mióta a sétány jól funkcionál, kisgyerekek, sportolni vágyók, idősebbek napi szinten igénybe veszik, és már annyira szép és sikerült tennünk ezt a tavat, hogy elkezdtek házasságokat is kötni, kinti esküvők voltak a tóparton, és ezért még egy házok. Hogy egy házasságkötő teret is csináltunk. Aztán a tereknél vagyunk, az adventi vásárok mutatták meg, környén régóta hagyományolt advent első vasárnapján egy nagyobb program, hogy a templom melletti téren, az ott a bal felső képen látszik, a templom melletti téren volt mindig egy ilyen összépítés, nagyon jól sikerült, de nem volt igazán tere a falunak, ahogy Attila elmondta, egy romos rész volt a falu központban, azt, hogy elmondottuk, amikor az óda tervpályázatot kiírtuk, annak feladata volt a tervezőknek, hogy a mellette lévő területen egy gyönyörű új több funkcióra alkalmas teret hozzanak létre. Ennek egy részét láthatjuk az alsó dián, ez 2013-ban készült el, és 2014-ben pedig az óda másik oldalán, a művelődésház és az óda között egy újabb gyönyörű tér jött létre, aminek az éke az képen látható szökőkút. Művelődési ház. 2010-re már elég rossz állapotban volt a művelődési házunk, 60-as években építették, és akkor elkezdett foglalkozni az önkormányzat azzal a gondolattal, hogy felújítja. Voltak akkor olyan hangok, megjegyzem zárójelben, hogy azt mondták, hogy inkább zárjuk be, a székeket dobjuk ki a moziteremből, mert most jó áron az intervenciós gabonának, és csináljuk magtárat belőle, de ezt így elengedtük, nem foglalkoztunk vele, és inkább felújítottuk, és az egyik legnagyobb sikerünk ez lett. Olyannyira sikeresen működik a művelődési házunk, hogy
hogy nem csak környei, hanem azt mondjuk, hogy térségi feladatot is ellát, pedig nem lenne a dolgunk, de nagyon szívesen eleget teszünk. Ennek is civil csoportok, különböző szabadidős foglalkozások, kluboknak az élettere, és a moziteremből sikerült egy gyönyörű színháztermet létrehoznunk, aminek a színpad alkalmas arra, hogy festő akár nagy színházi előadásokat is lehozzanak. A művelődési háznak az éves látogatószám, és egy több adatot nem mondunk el erről, 25 ezer fő per év, tehát tényleg nagyon-nagyon ügyesen dolgoznak. Vackalóda és Bölcsöde, említettem, hogy már tervpályázattal került kiírásra, 2013-ban adtuk át az óvodát. Annyit elmondok róla, hogy 6 csoporttal adtuk át, 2 bölcsödei csoporttal, most már 7 csoporttal működünk, most már benn van a pályázatunk és terveztetjük a plusz 2 bölcsödei csoportot, mert kezdjük kinőni, tehát 2006-ban 5 óvodai csoportunk volt, most már 7 van, és teltházzal működünk ezzel is, tehát egy kicsit törjük a fejünket, hogy mit lehet csinálni, de úgy készítettük a terveket, hogy még egy óvodai csoportszobának ott van a helye, tehát majd lesz egy is megoldás. A játszóudvar az zseniális, maga a tervezéskor az óvonők, tanúsok, mindenki be lett vonva, elmondták az igényeket, hogy milyen mozgásfejlesztő játékokra lenne szükség, és 2014-ben közintézményi kategóriában megyékben évházaddíjat nyert. Intézményi korszerűsítés csak tényleg felsorolás szinten, szentrókus rendelő, gyermekorvosi rendelő, az idősek klubja, általános iskola, mindig figyelembe vesszük azt, hogy mekkora ráfordított összeggel milyen hatást érünk el. Tehát sokkal helyesebbnek tartjuk azt, hogy nem egyből készítünk egy passzív házat, és azzal meg ennyire vigyázunk a földre, hanem inkább 5 intézményt ugyanakkor pénzből csinálunk, és akkor sokkal nagyobb hatást tudunk elérni. Ez mindig egy mérlegelési folyamat ennek a környezetvédelmi, hogy mennyire gazdasági kérdés, mennyire környezetvédelmi, de szerintem mindenki számára ismerős. Miért volt szükség arra, hogy ennyi minden megújuljon, ennyi minden változzon? Hát mert tényleg egy társadalmasítással indítottunk, ahogy a beadásomban is elmondtam, és látszott, hogy mik azok a pontok, amik hiányoznak, mik azok a pontok, ahol javítanunk kell a falun. Itt gondolok arra, hogy például nem volt környék egy főtere, tehát nem volt egy olyan területünk, ahova az emberek akár csak egy sima szerda délután kimennek, találkoznak, beszélgetnek, és hát ezt meg kellett oldani, és amikor elindítottuk ezeket a fejlesztéseket, akkor szépen összeszedtük, hogy mi az, amire a falunak szüksége van, hogy megújuljon, felfrissüljön. Szakemberekkel átdolgoztuk ezt az egész kérdéskört, és gyakorlatilag az önkormányzat gazdasági programját azt lépésről lépésre ehhez alakítottuk. Több év alatt valósultak meg ezek a fejlesztések, egészen pontosan mi minden valósulhatott meg? Hát a teljesség igénye nélkül 2008-ban átadtuk a közösségi és tájházat, ami múzeumként üzemel, illetve egy 50 fő befogadására alkalmas közösségi terem, ahol családi rendezvények, születésnap, névnap, keresztelő, házassági évforduló, tehát nagyon jó az ott lakók számára jó lehetőséget biztosít arra, hogy egy olyan helyre eljöjjenek, ahol az egész nagy családot, nagy baráti társaságot meg tudják hívni, de ugyanígy használhatják akár civil szervezetek, akik a településen működnek, ugyanígy használhatják akár a hagyományőrzők is, illetve cégeknek is oda szoktuk adni rendelkezésre bocsátjuk. Miért volt fontos, hogy ebben a pályázatban részt vegyen a település? Tehát, hogy a Magyarországi Falu Megújítási Díj, az miért volt fontos? Olvastuk, másodszor veszünk részt ebben a díjban. 2013-ban, amikor elolvastuk a felhívást, akkor leültünk, és végig gondoltuk, hogy mennyi mindent tettünk, és ezt elkezdtük átdolgozni, és egy nagyon jó érzés volt, mert amikor a falu megújítási pályázatot elkészíted, a benne lévő szempontok szerint értékeled a saját munkádat, ez egy nagyon jó tükör. És látod azt, hogy mi az, amit eddig végeztél, és ráeszmélsz arra, hogy mi az, ahol esetleg kicsit még erősíteni kellene, vagy másként kellene csinálni, mert ugye végzi az ember a mindennapi munkáját, és nem biztos, hogy van arra energiája és ideje, meg egy pillanat, hogy erre így rátekintsen. Tehát ez egy óriási nagy élmény volt számunkra, akkor egyébként megkaptuk a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a külön díját 2014-ben, tehát most másodszor vagyunk értékelve, idén pedig az első helyezést értünk el, és ami másik, egy nagyon jó tapasztalat, és tudom ajánlani mindenkinek, ha esetleg polgármesterek is nézik is ezt az adást, hogy
olyan településvezetőkkel és településműködtető intézményvezetőkkel, képviselőkkel találkozhatunk ezeken a fórumokon, akik azért nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodnak, de mindig van egy kis nüansznyi eltérés a kettő között, és rengeteget lehet tanulni. Mit jelent ez a díj a település számára, és ugye ilyenkor kijutnak egy ilyen nemzetközi szintérre is, ott mire számítanak, milyen eredményre? Hát a település számára ez egy óriási nagy elismerés, amit köszönünk szépen a zsűrinek, és köszönjük szépen a település lakóinak, mert ez az ő eredményük, úgy gondolom. És ugye ez a díj ez azt is jelenti, hogy ez egyben egy felelősség és egy kihívás, mert jövőre Magyarországot környe fogja képviselni, tehát ez komoly feladat elé állít bennünket, de az biztos, hogy ismerve a csapatot, aki körülvesz engem, akikkel együtt dolgozunk, ismerve a falut, hogy megpróbálom nagyon becsületesen helytállni, és mi nem fogunk szégyent hozni a magyarokra. Környe az Európai Falu Megújítási Díj 2020 versenyen képviselheti majd hazánkat. Kedves nézőink, a köztérben a Magyarországi Falu Megújítási Díjátadó ünnepségre kalózoltuk el Önöket. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!